Sziasztok! Én Green Rex vagyok, és amint láthatjátok, egy újabb vlog videóval jelentkezek nektek 22 órakor, vagyis 10 órakor. Ez egy olyan kellemes időpont, hogy az hihetetlen. Ha nem, ha de, ha biztos. Na hát igen, ebben a vlog videóban egy ilyen, nem tudom, hogy miről fog, mi lenne majd a címe, hanem csak egy kicsit beszélgetünk mindenről. Na hát akkor kezdhetjük is, és mindenkinek jó szórakozást kívánok. Akkor kezdjük. Na hát, az lenne az első kis dolocskám, hogy ugye lesznek a csatornámon gameplayek, nem ezen a csatornán, amúgy ezt mondom, csak ezt most kipróbáltam, hogy ezt megnézitek-e. Na mindegy. Egy másik csatornán lesz, aminek címe Green Rex, olyan logóval, hogy GR, és a G alatt R van, az R alatt pedig Rex. Igen. Hát azt majd a videó alá majd ki fogom linkelni nektek azért, mert. Na, akkor kezdem én is. Hát, az első az lenne, hogy ugye mondtam nektek az első videómban, vagy az előző videómban, hogy lesznek gameplayek. Na hát, ezt egy kicsit részletesebben fogom nektek elmondani, mert ugye felsoroltam játékokat, de nem mondtam el róla, hogy milyenek is lesznek, vagy hogy lesz felvéve. Na hát, kezdjük az elején. Na, ugye mondtam a Call of Duty 4 Modern Warfare játékot nektek, hogy lesz olyan. Ugye, van neki single player módja és multiplayer módja. A single player módot nektek ki szeretném játszani, de mondtam ezt már az elején, a videó elején is, hogy nem ezen a csatornán lesz, hanem egy másikon. Csak most ezt így kipróbálom, ezt a csatornát, hogy azért legalább nézzétek meg, vagy valami. Na, akkor mondtam a Call of Duty 4-et. Single player-t nektek ki szeretném játszani, mert ez olyan jó lenne, hogy sok videó is legyen. És ugye van multiplayer módja, azt meg tervezem, hogy 5 részt csinálok a multiplayer módból. Igen, 5 részt. Nagyon tökéletesen. 5 részt. 5 részt. Na mindegy. Utána mondtam nektek a Call of Duty World at War-t, vagyis az a Call of Duty 5. Igen, ezt én tudom. Abból ugye van single player mód, multiplayer mód, és külön van zombi mód. Mert ugye van, Call of Duty 2-ben is van zombi mód, de így szervereken, de azon nincsen külön zombi módja, hanem bot zombi van. Igen. Hát ugye a single player-t azt is ugyanúgy ki szeretném nektek játszani. Multiplayerből ugyanúgy, mint a Call of Duty 4-nél 5 részt csinálok nektek, és a zombi részből is 5 részt fogok nektek csinálni. Igen, ez ennyi lett volna. Utána következzen a Call of Duty Modern Warfare 2. Ez vagyis Call of Duty 6. Ennek van single player módja és multiplayer módja. Ugye ugyanúgy kijátszom a single player módot nektek, és a multiplayer módból is ugyanúgy 5 részt csinálok. Tehát ilyen multiplayer módból, nem modokból, csak így mondom, hogy mód, mert ez így jó. Multiplayer módból is, ha véletlenül zombi módból, 5 részt csinálok, mert az jó lenne. Utána még a Call of Duty 2 lenne, annak a single playerét sajnos nem fogom kijátszani, hanem csak multiplayert csinálok belőle, meg bot zombit. Igen, bot zombi a szerverem. Én amúgy az Call of Duty 2, meg az Call of Duty 4-en, Call of Duty 5-en, Call of Duty 6-on, én az interneten szoktam keresni szervereket, magyar szervereket, meg Cséhez is, az ilyen internetes játékokhoz, ilyen Game Trackeren. Csak én úgy szoktam csinálni, hogy rámegyek a Google-ra, beírom, hogy kód 4 szerverek. És ugye én az elsőre rámegyek, mert nekem az elsőt adja be a Game Tracker, mert szerintem az a legjobb. És én onnan szoktam
szervereket bemásolni a felülre oda, tudjátok, remélem. Igen, és azon csak magyar szerrel van, szerintem. Én eddig csak magyar szerveren játszottam. Hát én amúgy, én vagyok, Call of Duty 4-ből nagyon jó vagyok, szerintem magyar szerveren is lőttem 36-37-et, 40-et. És nem tudom, 5-ször haltam meg kb. 15 perc alatt. Azért az egy kicsi jobb teljesítmény. Igen, ott hagytam abba, hogy Call of Duty 2 multiból csinálnák 5 részt és bot zombiból, ugye? Igen. Utána még mondtam nektek a Minecraftot. Abból ugye lesznek Survivor módok és Hardcore. Hát Survivor sorozat azból sok lesz, de részt úgy fog csinálni, hogy 80 körül lenne. 80 rész körül lenne. Hát egy kicsit kevesebb, de igen, hát ott körül. Ugye Hardcore-ból is sok sorozatot fogok csinálni, abból szerintem egy kerek 100-ast, vagy 100 fölött. 100 rész fölött. Mert hogy legyen videó. Hát ugye van még a Mesteremszi, ezt is megemlítettem nektek. Mesteremszit abból is csinálok, abból nem tudom, azt majd még tervezgetem magamba. Magamba. Oh, értem. Igen, tervezem. Akkor utána még megemlítettem nektek a Chi 1.6-ot, abból is csinálok, abból így 5-10 részt csinálok nektek. Ugye a Chi-ból is csinálok nektek részt, csak sajnos én nem veszem meg a játékot, mert nekem elég lesznek ezek a játékok, amikkel fogok játszani, mert ezt is megveszem. Igen. És ezért sajnos a Chi-t csak úgy fogok játszani vele, 5 részt csinálok nektek amúgy, abból ugyanúgy, azért csinálok Chi-ből többet, mert legyen abból is sok. Chi-ból azért csinálok csak 5 részt, ugyanúgy, mint a Call of Duty 4-nél, mert hát én így döntöttem. Ugye botok ellen majd tudunk játszani, de azzal top 1-es leszek, mert olyan profi vagyok benne, hogy egyszer se halok meg. Az jó könnyű botok ellen. Mindegy. Utána még megemlítettem nektek a Forestet, a The Forestet, az egy ilyen, nekem nagyon tetszik az a játék. Lehet benne házat építeni, ugye vannak benne benszülöttek. Nagyon jó, azokat lehet öldösni, minden. Tehát nekem ez a játék, ez nagyon tetszik, és ugye ebből is lesz videó. Belenéztem a kamerába. Most amúgy azért nézek, nem bele a kamerába, mert magam nézem, hogy azért legyek benne a képbe. Igen, értem. Na, utána még ugye mondtam nektek a Battlefield 3-at. Abból ugye azt is megveszem, és abból single player-t is csinálok, és multiplayer-t. Ugye a single player nem tudom milyen, azt majd meglátjuk, arról nem akarok nektek hazudni, majd most nem mondok róla egy ilyen konkrét választ. Na. Multiplayerből abból ugyanúgy 5 részt csinálok. Utána én megemlítettem nektek a Call of Duty, Modern Warfare 3-at, ezt nem tudom hanyas, de amúgy a Call of Duty 4, Call of Duty World at War, ezt tudtam, hogy hanyos, de sajnos most nem tudom, majd utána járok. Ebből ugye van single player és multiplayer is. Ebből is ugyanúgy single player-t végigjátszom, multiplayerből meg ugyanúgy 5 részt csinálok nektek. Igen. Ugye még utána, hát szerintem ez lett volna így a játékoknak a vége. Szerintem ennyit soroltam fel, mert én ennyit is szeretnék. Igen. És azt is megemlítem, hogy a gépem újra lesz téve Windows 7-re, mert sajnos XP volt rajta, de nekem ez a XP is nagyon tetszett. Ez is egy jó operációs rendszer, de én azért ráteszem a Windows 7-et. Mert azért az már egy fokkal jobb. Tehát igen. Akkor
ugye befejeztük volna a játékokat, most jön a vlog. Hát erről nagyon nem fogok olyan sokat mondani nektek. Például olyan vlog videót csinálok nektek, ilyen, mint például most. Most csinálok nektek ilyen beszélgetős vlogot. Csinálok olyat, hogy room tour, nem tudom, hogy kell kiejteni. Room tour, és így. Room tour csinálok nektek, tehát az azt jelenti, hogy a szobámat bemutatom nektek. Olyat is csinálnám nektek, hogy egy kormányt szeretnék nektek bemutatni, amit a számítógéphez lehet használni. Tehát, hogy kormányozni például... Például lehet Euro Truck Simulator 2-vel játszani vele, Dirt-tel, vagyis a Dirt Rally-val, ez egy autós játék. Lehet ilyen autós játékokkal lehet inkább vele játszani, ugye, hát mert kormány és autós játék, vagy autó. Na ugye egy rendes autóban is van kormány, mert azzal kell irányítani. Ha nem? Ha elirányítod a fához, akkor a fához mész, akkor a fába, vagy összeütközöl vele. Igen. Na mindegy. Akkor olyan is lesz, hogy a számítógépemet nektek beszeretném mutatni. Hát a vlogokból ennyi lett volna. Mást amúgy is nem szeretnék elmondani, még nem is tudok. Na mindegy. Hát elérkeztünk a beszélgetős vlog videónknak a végéhez. Ha tetszett, lájkolj, kommentelj, iratkozz fel! Köszönöm a figyelmet, én Green Rex voltam, na csóztok!